A Győri mentőállás épületében kap helyet a vármegyei mentésirányítás is, ami nem csak a mentési feladatok hívás fogadásait fogja, hanem tervezetten március 1-től, és majd amikor ide átköltözünk, akkor már erről a helyszínről fog a 1830 az új ügyeleti hívószámnak a hívásainak a fogadása is megtörténni. Innen kerül akár továbbkapcsolásra, akár lekezelésre maga a hívás, illetve a feladat. Innen tudják a kollégáink riasztani akár csak a mentőegységeket, ugyanúgy majd az ügyeleti egységeket is, illetve az egésznek a koordinációja innen fog megvalósulni a vármegyén belül. Korábban országgyűlési képviselőként felkaroltam a mentőknek, illetve a kórház vezetésének azt a kezdeményezését, hogy épüljön új mentőállomás Győrben, lehetőség szerint a kórház közelében. A kormány a javaslatomra először szakmailag, aztán pénzügyileg is támogatást nyújtott ehhez a fejlesztéshez. Ennek a fejlesztésnek az a lényege, hogy a régi mentőállomástól, a Tarcsai utcából el tudjanak jönni jó körülmények közé a mentők. Nagyon nagy tisztelettel vagyok a mentők mindennapi munkája iránt, hiszen hétvégi, hétköznapi ünnepnapokon mindannyiunkra vigyáznak, életekre vigyáznak, időseknél, fiataloknál egyaránt, a legnagyobb tisztelet jár a mentőknek. Ennek a fejlesztésnek az a lényege, hogy a győri mentés, illetve részben a Győr környéki mentés az erről a állomásról, erről a bázisállomásról fog indulni, és hitem és meggyőződésem szerint ez most Magyarországnak a legmodernebb mentőállomása lesz. Látszik napról napra, hétről hétre, akik elmennek az épület mellett, vagy szerencsések és épületen belül is látják a munkálatoknak az állását, akkor azok látják, hogy a szakipari munkák nagyon jól haladnak, a tervezett ütemnek megfelelően. A menetrend az úgy néz ki, hogy tartható lesz, ez nagyon fontos, ez hitelességi kérdés is. Tehát a nyáron várhatóan befejeződnek a kivitelezési munkák, aztán jön egy hosszú engedélyezési folyamat, és azt reméljük, hogy ősz végére a mentők be tudnak ide költözni, és akkor a mentési feladatokat innen fogják ellátni. Az új győri mentőállomás építésének egy újabb mérföldkövéhez érkeztünk el. Igazándiból már teljesen vízhatlan, a zöldtető már igazándiból körvonalazódik, a belső szobáknak a körvonalai is most már teljesen jól beazonosíthatóak. Úgyhogy bízunk benne, hogy ennek az évnek az őszén már tudunk innen kivonuló szolgálatot is teljesíteni. Ugye a győri mentőállomásról belefoglalva a megyei mentésirányítást, illetve az itt dolgozó irodai alkalmazottakat, közel 100 főnek a munkaállomása, munkahelye lesz ez az épület. Ugye a kivonuló állomány rotációja miatt egyszerre ennyien nem fogunk itt tartózkodni, de az innen vonuló 5 darab 24 órában szervezett, illetve további 5 darab nappalos mentőegység miatt egy nagy számú kivonuló állomány is folyamatosan jelen lesz az épületben, és a mindennapjainak ez lesz az egyik meghatározó eleme az épület, amikor tudnak esetleg két kivonulás közt pihenni is. Úgyhogy nagyon várjuk, hogy mi hamarabb elkészüljön a mentőállomás, de úgy látszik, hogy teljesen ütemterv szerint meg fog történni. Ugye az eddigi mentőállomásunk a 90-es évek óta látja el a feladatát, megérett a megújításra maga a rendszer, és hát országosan egy hatalmas nagy lépés lesz ez a mentőszolgálat életében is, hogy egy ilyen nagy méretű mentőállomással gazdagodunk, és ilyen jó és modern műszaki tartalommal.